Az őszi szezonban 16 meccsen mindössze 8 pontot gyűjtöttek a bátoriak, így a Telet a kiesést jelentő utolsó helyen töltötte a csapat. Bár tavasszal a játékos edző Ambrusz Árpád irányításával magára talált az együttes, a középhátvéd a 25. forduló előtt átadta a kispadot Márton Istvánnak. A legutóbb a Nyíregyháza Spartacus technikai vezetőjeként dolgozó szakember neve már tavaly szóba került, de a tréner csak mostanra döntött a váltás mellett. Tekintve, hogy a Nyír Bátor tavasszal 8 meccsen 16 pontot gyűjtött és fellépett a tabella 13. helyére, az új edző nem akar letérni a legutóbbi három mérkőzésen három győzelemhez vezető ösvényről. Nem akarok különösebben belenyúlni már bajnokság végéig. Ugyanaz szerint fog haladni most már az edzések felépítése, mint eddig. Már csak amiatt is ugye eddig Ambrusz Árpi csinálta, akinek a felfogása az nagyon hasonlít az enyémhez. Szinte az edzések is úgy voltak megtervezve, ahogy én is. Tehát apró változások vannak. Nagyon nem fogunk belenyúlni se a regenerálásba, sőt még a játékrendszerbe sem nagyon. Esetleg egyszer-egyszer az ellenfelektől függően, de nem lesz itt radikális változás. A korábban több mint 60 élvonalbeli meccsen szereplő Illés Gyula a téli szünetben érkezett a csapathoz. A középpályás szerint az erősítések mellett a jó felkészülés is hozzájárul a tavaszi eredményekhez. Rajtam ki azért még jöttek játékosok, akik szerintem hasznára vannak a csapatnak, gondolok itt Müller Zsoltra, Lakatos Lászlóra, vagy akár kapusra, Fülöp Gergőre. Úgyhogy azt gondolom, hogy a felkészülés az jól sikerült, mindenki elvégezte a munkát, ami elő volt írva. Az edzőmeccsek is szerintem úgy alakultak, hogy lehetett arra alapozni, és ugye ez szerencsére beigazolódott a bajnoki mérkőzéseken is. A Nyír Bátor szombaton a 6. helyen álló Putnokot fogadja. A 26. forduló további párosítása a következő, Nyíregyháza Spartacus Tája, Jászberény Felsőtárkány, Tiszaújváros Cegléd, Rákosmente KSK Reac, 60 Cigánd, DVSC Dac Somosese és DVTK 2 Újpest 2.